Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jön Warframe, Gyors Trip, a Blessing Trinity. Mindenki utál Blessing Trinity-vel játszani, én is utálok Blessing Trinity-vel játszani, de csak azért utálom igazából, mert hogy lassú, mert hogy macerman, na, de a Blessing Trinity-nél, ami nagyon-nagyon lényeges, fontos, azon kívül jól kihúzta az időre, az ugye az a fegyver, hogy ezzel a fegyverrel biztosan mindig lesebez maga 100%-ra, biztosan el tudja adni 99%-os blessinget a csapatodnak. Hát íme itt van a megoldás arra bizonyos fegyverre, úgy hívják, hogy Talons, nemrég jelent meg, ugye ez az egyik új másodlagos fegyver, eldobod, és a másodlagos tüzelésével felrobbantod, de gyors, hatékony és biztosan megöl, és még egy kataliszt sem kell benne, de hogyha beleraksz egy katalisztot, jól kihúzod a sebzését, hihetetlenül damage-etlenszer képes elérni akárhol, és biztos, hogy meg fogod tudni magad ölni vele, hogy 90%-os blessinget adj annak a bizonyos Trinity-nek. Ez egy egyszerű, sokkal jobb, mint a Glaive, sokkal jobb, mint a Kerata, ugye így hívják a másik Glaive típusú fegyvert, és gyakorlatilag valahogy jobban irányítható, kontrollálható, és mindig egy 99%-os blessinget fogsz tudni adni a csapatodnak. Ennyi lett volna eme gyors tipp, remélem használt, úgy gondolom, hogy a Blessing Trinity-vel érdemes mindenkinek ez egy bizonyos szempontból megtanulni játszani, mert nagyon hasznos tagjává válik annak a csapatnak, hogyha ő lesz az az egy ember mondjuk, aki tud Blessing Trinity-vel játszani, és a Talons, mint fegyver könnyen én megtanítja ezt. Így modoltam én a két cuccot, és a Trinity-t és a Talons-t. Addig is meg. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!